Szép napot! Itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. Nem csak itt és most, hanem évi több alkalommal is van úgynevezett Merkur Kazimi. Elmondom, hogy az egészen pontosan miről szól, mit jelent, hogyan jön létre, és ez a videó gyakorlatilag örökérvényű, mert bár a most létrejövő konkrét dátumhoz kötötten ígértem meg, hogy készítek egy ilyen tartalmú videót, de maga az anyag és a videóanyagban elhangzó dolgok összessége gyakorlatilag örökérvényű, így minden évben, minden nap Merkur Kazimi esetén elő lehet venni, és meg lehet hallgatni, mert az alapadatokon és a fontos információkon túl a gondolatmenetem végén adok néhány tippet arra, hogy ezt a fajta hatást hogyan tudjuk a lehető legjobban a magunk javára fordítani, függetlenül az évtől, a hónaptól, vagy éppen a naptól. Amikor a nap és a Merkur Kazimi, akkor ők ketten szorosan együtt állnak. Ezt úgy hívják, hogy a Merkur a nap szívében van, azaz a Merkur Kazimi. A fényt adó legfőbb csillagunk és a kommunikációért, az emberi kapcsolatok mienségéért és alakulásáért felelős bolygó égi pozíciója teljesen megegyezik. Lényeges találkozóra kerül sor, mert a Merkur és a nap egyesítik az erőiket. Majd itt a videó alatt a következő hónapokban, években megígérem, hogy mindig frissítem az aktuális dátumokat, így folyamatosan nyomon lesz követhető, hogy mikor zajlik ez a folyamat, és ez a folyamat milyen hatással lesz az aktuális pillanatban ránk. Ez a hatás erősíti a tisztánlátásunkat, és a bölcsességünk is egy kicsit jobban meg tud nyilvánulni. A Kazimi azt jelenti, hogy a nap szívében. Ez egy arab kifejezésből ered, tulajdonképpen egy elvarázsolt állapot. Ennek folyamatában a Merkur a nap szívébe ér, ami azt jelenti, hogy amíg a Merkur közeledik a naphoz, és amikor már távolodik tőle, akkor nem nagyobb kettőjük között a távolság, mint 17 ívperc. Az arab asztrológusok ezt a helyzetet nagyon különlegesnek tartották, és úgy vélték, hogy ilyenkor a nap egyesül a másik égi testtel, ami a nap szívébe kerül, így pedig a másik planéta hatása többszörösen felerősödik. Igen, ez a helyzet nem csak a Merkurra jellemző, és nem csak a Merkur és a nap között jöhet létre, hanem más bolygókat és aszteroidákat is érinthet, például akár a Vénuszt is. Mit kínál számunkra a nap Merkur Kazimi? Kiemelkedően fontos lesz a kommunikáció, és ki kell mondanunk végre azt, ami a bögyünket nyomja. De legyünk őszinték, és nem kell, hogy a diplomatikusságot elhagyjuk valahol félúton, tehát maradjunk meg a tisztesség, az igazság és a bölcsesség útján, de ne is takargassuk el a valóságot. Jó az esély arra, hogy végre megérti a környezetünk azt, hogy mi a csuda bajunk van. Ez egy kiemelkedően jó nap. Mindenféle kommunikációs, technológiai és üzleti ügy esetén, és innentől kezdve egyébként teljesen lényegtelen az, hogy adott esetben ünnepnapra esik, hétvégére esik, attól a hatások élnek, és a hatásokat nem érdekli, hogy éppen a mi naptárunk milyen napot mutat. Ez a hatás és a nap és a Merkur Kazimi sokat segíthet a különféle problémás emberi kapcsolatokon. Sokkal könnyebben betekinthetünk a másik fél valódi gondolataiba, és meg is érthetjük a másik fél gondolatát, kétségeit, sőt, akár a motivációját is. A Merkur Kazimi arra ösztönöz bennünket, hogy elcsípjük a különleges információkat, könnyebben megértsünk dolgokat, vagy gyorsan lecsatornázzunk különféle információkat, és olyasmit is meghalljunk, amit egyébként máskor nem hallunk meg. Érdemes színpadra lépni, debütálni, bemutatni valamit. Ha megadatik bármelyikötöknek az, hogy álmodtok, az itt nagyon-nagyon sokat üzen. Ha felismersz végre például egy élethelyzetet ezen a napon, abból akár időtálló dolog is létrejöhet. És mondok pár tippet, hogy hogyan tudod a Merkur Kazimit maximálisan a magad javára fordítani, függetlenül attól, hogy mi a dátuma. Hiszen Merkur Kazimi nem csak az idei esztendőben van, hanem lesz a jövő évben is, az azt követőben is, és minden egyes esztendőben, amíg világ a világ.
Mivel ugye itt a Merkur nagyon erőteljesen érintett, ezért minden olyan, ami a kommunikációhoz akár közvetlenül, akár közvetve de kapcsolódik, nagyon fontossá válik. Legyen nála toll és jegyzetfüzet, telefon vagy hangrögzítő, és minden ötletet, gondolatot jegyezd le, rögzíts, valamilyen formában legyen egy írásos megjelenése, hogyha abban az adott pillanatban nem tudsz azzal az adott ötlettel mit kezdeni, vagy nincs rá időd, nincs rá lehetőséged, hogy foglalkozz vele részleteiben, legalább ne vesszen el, legyen följegyezve, és majd foglalkozol vele később. Ha régóta kerülsz egy fontos beszélgetést, nos, annak itt van az ideje. Vesd tarókártyát, használj rúnákat, vagy kísérletezz bármilyen más jóslási móddal. Határozd meg a következő hetek feladatait, lehetőleg pontosan. Ne legyincs az aktuális felismeréseidre. Fontos találkozók, tárgyalások, események ideje lehet ez a nap. Különféle jövőbeli projekteket is érdemes meghatározni. Emellett feltétlenül engedjünk teret az intuíciónak. Meditáljunk, írjunk naplót, relaxáljunk, és talán a legeslegfontosabb, hogy merjünk kérdezni, mert aki kérdez, az választ fog kapni. Remélem, ismét a segítségetekre voltam. Ha szeretnél egy személyes konzultációra eljönni, vagy online tanácsadást igénybe venni, időpontot a +36 73 11 61 25-ös számon tudsz kérni. Ha pedig még nem vagy csatornatag, akkor lehet, hogy épp itt van az ideje. Akár már is tudsz csatlakozni, csak egy olyan videóra kell rákattintani, ami azt a feliratot tartalmazza, hogy csak tagoknak. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, legyen minden Merkur Kazimi egy örömélmény a felismerések lehetőségével, az álmok, a szimbólumok használatának lehetőségével, és annak a lehetőségével, hogy bármi történjék is egy ilyen típusú napon, azokat a örömteli tisztánlátásokat, felismeréseket, bölcsességeket és válaszokat a magad javára tudod fordítani, amikhez hozzájutsz.